jó. Még nincs itt van az üveség. Én meg csak járjam a várost azért a sok vatakért, ne légyünk szombatot. Hajjon a csatai osztályvezető, majd úgyis csak azt mondja, ó, oh, de jól lenne, ez az olcsó kis hangja, nem is tudom, hogyan csinálni. Kaviár, spanyol pezsgő, lazac. 24 ezer forint, ezeknek semmi sem drága. De jól van, de legyen a gézeketben, nem vitatkozom. Csak azt tudnám, hogy ezek a csatajék miért barátkoznak velünk. Mert hogy akarnak tőlünk valamit, az biztos. Hát ezt kérlek. Szervusz, édes Juditkámo! De jól áll ez az olcsó kis ruha. Géza nincs itthon? Foglalj helyet, nincs az igazat megoldva, csak holnapra vártunk meleteket. Jövünk, angyalom, holnap jövünk Dezsővel. Most csak egy pillanatra ugrottam fel, hogy oda hagyjam a jegyeket. Milyen jegyeket? Itt Pesten, a sportarénában vendég szerepel David Copperfield, a nagy amerikai varázsló. Mindent el tud tüntetni, még a nézőket is. Nekünk hoztak? Nektek, de bevallom, eredetileg magunknak szereztem. Mi akartuk megnézni ezt a világszámot? Csak Dezsőnek közben jött valami rendkívüli frakció ülés a parlamentben. Igazán kedves vagy, de mi nem szeretnénk, hogy minket is eltüntessenek a varázsban. Ugyan, angyalom, ez csak játék. Meglátod, kell-e lesz az egész aréna. All Budapest. Ez egy amerikai kifejezés. Magyarul egész Budapest. Igazán kedves vagy, mivel tartozom? Ugyan, drágám, ezekért a 20 ezer forintos jegyekért nem tudok elkész. Viszont cserébe megkérlek, hogy hadd nézzem meg a lakáskulcsodat. Csak azért, hogy össze éveztem a sajátommal. Képzeld, mert előfordult, hogy a saját lakáskulcsomat tettem a lábkörlő alá. Az ember szörnyen szórakozott tud lenni, amikor érzelmileg sokkal. Kivel mentek? Hát Attilával. Mindig nem említettem volna? Nem, ezt nem említetted. Ja, látod, mondtam, hogy szórakozott vagyok. Igen, sem említettem volna. Az a helyzet, hogy Attila nekem gyermekkori szerelem, amolyan gimnazista szerelem. És most hazajött Amerikába, csak azért, hogy engem lásson. Hát muszáj voltam vele találkozni. Hát persze, muszáj. Itt, a mi lakásunkban? Persze, szigorúan csak plátói alapon. Ez görögül van, angyalom, ezt te nem érted. De, ennyit én is értek görögül, angyalom, és nagyon sajnálom, de nem lehet róla szó. Ugyanis rossz a fűtés, majd a szerelő megcsinálni a radiátorokat. Minket az nem zavar, majd ne nyitjuk ki az ajtót senkinek. Na csókolja, drágám, sietek, Attila vár! De Gézán sem tudom, hogy mikor jön haza. Gézának egy szót se. Micsoda élményben lesz részletek. David Carter. Kimondhatatlanul irigyellek, angyalom. Na, a kulcsot majd alá tűnő alá teszem, felhúz, angyalom. Ó, hogy az a... Ilyenkor már nincs bent senki. Nem tudom lemondani a szerelőt. Gyönyörű, egy kanapét fizettünk azért, hogy a férjem önökének a felesége itt randevúzom Attilával. Hát ez lett a nagy barátkozásban. Tudtam, hogy akarnak valamit. Szia, Őzikén! Ide nézd, mit hozott a papa! Őzike! Mi ez? Szobaszökőkút. Micsoda? Szobaszökőkút. Minek ez? Holnap jönnek csatajék, nem ugye, hogy olyan csórikák vagyunk, még a szökőkutunk sincs. Hát ez fontos, ennyi pénzt kiadni egy ilyen marhaságra. Hát nézd csak ide, Őzikém. Őzikém, te nem voltál forrásznál? Esik az eső. Na és, megmondtam, hogy csináltas magad olyan fizurát, amilyen csatainének van. Majd leszaladok ide a házba, besütetni Gyuri bácsihoz. Az nem fodrász, az borbé. Azt akarom, hogy ahhoz a fodrászhoz jár, ahova csatainé jár. Duhát is akár csináltatod, ahol ő csináltat. Úgy, szóval azt akarod, hogy mindenben olyan legyek, mint a csatainé. Aztán? Akkor ne vedd a kabátodat. Miért? Mert megyünk a sportarénába David Copperfieldet nézni. Micsoda? Copperfield a nagy amerikai varázsló, mindenkit el tudunk tüntetni, még a nézők is. És én azért menjek oda, hogy engem is eltüntessen az a varázsló, te teljesen meg vagy húzatva. Csatainé hozta a jegyeket. Tényleg? Nem viccelsz? Csatainé hozta ezeket a drága jegyeket? 20 ezer forintra kopoltjunk. Ők nem tudnak elmenni a férjének, közülött egy rendkívüli frakció gyűlés a parlamentben. Csatainé pedig nyelvórát vesz.
Milyen nyelvet tanul Csatai? Görögül talán egy régi barátjától. Holnaptól te is tanulsz görögül. Kitől? Hát a Csatai barátjától. Hát, ha a Csatai még is beleegyezik. Majd én beszélek már. Mindjárt beszélhetsz vele, ide jönnek. Csodál. Csatainé a barátjával. Ide? Miért? Hármat találhatsz. Egy, kettő, három. Itt nálunk. Mit mondhattam volna a főnököt felesége, de ne aggódj, csak beszélgetni önnek szigorúan plátói alapon. Ez görögül van, ezt te nem érted. Ezt te se értsd meg. És meg ne halljam, hogy még egyszer görögül beszélsz. Miért az csak a Csatainéna szabad? Ide figyelj, angyalom, hogy a Csatainé mit csinál, az az ő dolga. A te dolgod csak az, hogy büszke legyél rá, hogy egy híres közéleti asszony megtisztel a bizalmával, és hogy már mi is az ő körükben dolgozunk. Na, most öltözködni. Vedd a medált a bögyödre, a lógókat a füledbe, megyünk az arénába. Ahogy akarod, Vilkám. Halló, te vagy az Dezsőké? Mizu is? Szervusz Gézán, van számomra két jó híre. Igazán? Micsoda? Pedig az, hogy az államtitkár elfogadhatónak tartja a könyvet védelmi projektedet. Igazán? Maga az államtitkár úr? Hát ez igazán jó hír. Mondanak se kell, hogy az élet. Én kedvem is benne van a dologban. Köszönöm Dezsőké, ha nagy leszek, meghálálom. De mi a másik jó hír? Vettem neked a feleségeddel ma estére két helyet a Plaza Multiplex Moldiba. Igazán kedves tőled, de nem is tudom, hogy juthatott eszedbe. Hát úgyhogy a bicskeinek bumsza van. Micsoda, nem értelek. Honnan beszélsz? Nagyon rossz a télerő. Nem a télerő rossz, hanem a te füled. Bumsz, beküzdöd, jó? M, mint bumsz. Ja, értem már, az nekem is volt. De most a bicskeinek van? Ja, a bicskeinek, a minisztérium humánpolitikai főnökének. Annak persze. Azért nem mehetünk oda ma este a Beával. Különben vagyunk a színházban valami bogyut a színdarabon. Nézzük meg, mindjárt megvincselnek minket. Nem is tudom, mit tesznek elég az amatőr színészeken. Mi bábulna, mindjárt befejezem? Na. Hát figyelj, Dezsőké, jöttek fel hozzák. Erre veszik, Gézán, nagyon válaszok vagyunk. Köszönöm szépen, fél óra volt lesz, hogy visszahal. Várj csak egy pillanatra. Isten letette. Rettenetes. Mi az, mi történt? A bicskeinek munca van. Ki az a bicskei? A minisztérium humánpolitikai főnöke. Borzasztó. Nem értem, miért vagy úgy odaemel? Miért, miért? Azért, mert ez nem tartozik rá. Atya Isten, milyen helyzetbe kerültem? Jesszusom, gondolod, hogy már te is meg vagy fertőzve? Géza, te megcsaltál, csókoloztál a bicskeivel? Én? A bicskeivel? Ekkora szakálla van. Te vagy az oka minden, hogy az adszagod a lakás Csatainének. Hogy jön ide a Csatainé, és különben is az előbb még büszke voltál rám? Azért, mert akkor még nem tudtam, hogy a bicskeinek mumsza van. És most imádkozhatok, nehogy ezek itt összetalálkozzanak. Ki? A bicskei a mumszával, mit bosszantod itt az embert. Na, gyere vissza az arénába, én is megyek mindjárt, csak kihívom az orvost a bicskeihez. Miért? Azért, mert elmondott a telefonjuk, és megkért, hogy hívjak neki orvost. Mondd, nem a boxmeccset akarok te itt volna nézni? Csak az ötödik menet végéig. Anyád szívem. Szünetre ott vagyok. Sziasztok. Üdvözlöm a Kappelfélet, meg a Davidet is. Hajrát, adom. Lássuk csak, tehát négyen jönnek. Itt lesz a Csatai a Beácskával, a másik szobában pedig Csatai mély a görög tanárral. Csak arra kell vigyázni, hogy nehogy ezek összetalálkozzanak. Mert ki fog erre vigyázni? Beácskát nem avathatom be. Pont jól jönne egy botrány neki. Az az érdeke, hogy Csataiék elváljanak. De talán, ha a Csatai mély pasasával beszélnék a göröggel, valamennyit biztosan tud magyarul. Ez biztosan a görög lesz. Bocsánat, nem tudom, jó helyen járok-e? Ez egy jó hely. Azt mondták, hogy a második emelet hétbe jöjjek. Ez úgy néz ki, mint Zorba a görög. Jaj, de jó, hogy egyedül jöttél, kérlek szépen, látom, hogy alibit is hoztál. Parancsolj, bejött állunk, kérlek szépen, különben szervusz, én vagyok itt a házigazda, Dobos Géza. Vidra vagyok. Tedd le ezt az alibit. Szeretnék neked mondani valamit. Adódott egy kis komplikáció, sajnos ebben a szobában is lesznek vendégek, érted? Miattam? Nekem nem dolog. Te vagy az én emberem, téged foglak beadni. Előbb azonban egy fontos kérdést szeretnék tisztázni.
Mondd kérde szépen neked, érdekedben áll, hogy a Csatainé elváljon a férjétől? Nos, váljon a Vali, vagy ne váljon? Ne váljon. Jól van, téged fogom bevonni, ugyanis nem fogod kitalálni, hogy ki lesz itt ma, ebben a szobában. Szabad a gazda. Csatai Dezső, a képviselő. Na, mit szólsz hozzá? Hát... ez olyan dolog... Tudtam, hogy szóval se fogsz jutni. Jó, mi? Azt azonban mondanom sem kell, hogy a Csatai is ugyanolyan célból jön ide, mint te. Kérlek szépen. Mit én? Hát akkor... amit már nincs is semmi szükség, de nem kérlek szépen, neked kell megvigyázni, hogy a Csatai nélkül össze találkozom a férjével. Álljon meg a mellett, biztos ez a második emelet? Igen. Miért? Mert engem a második emelet hétbe küldtek megjavítani a radiátort. Hát maga nem a Csatainé szeretője? Ne, én olyan kezdeni szerelője vagyok. És miért tudom itt engem magyarázkodni? Maga viccel vele? Én viccelek? Hogy nézek én ki? Uram! Nekem gyomorbajom van, és elhagyott a feleségem. 10 évi házasság után. 3 tagja nem alszom a keserűségtől. Tudja, miért hagyott ott az a szégyentelen, a szica? Nem, de nem is érdekel. Ott a radiátor, nézze meg gyorsan. De sürgős, az előbb még Bertuban voltunk, most meg sürgetik az ember. Nézzenek oda! Nem, nekem sürgős, a vendégek miatt. Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Meddig tart egy ilyen munka? Hát... az attól függ. Ha csak légteleníteni kell, 5 perc az egész. És maga egy 5 perces munkának így nekivetkőzik? Uram! Az én szakmámban sose lehet tudni, mikor jön közbe valami váratlan dolog. Egyszer képzelje, kezemben maradt egy nőt, pedig olyan finom a fogásom, mint egy csecsemő. Én vagyok, kérem, a világ legnehezebb szerelője. Ó, én megyek ott, aztán mindig történik valami. Előre elmondom, nem, hogy reklamációk legyenek. Lemondunk a javításról, nem tudna máskor jönni? Uram, ne akarja, hogy most azon megyek is magamra maradjak a bánatommal. Aztán tudnám elviselni. Ott a radiátor. Hozzáér! Tudja, ki miatt hagyott ott a szicsa! Az a szabad! Egy kucsora nem is szemetes miatt! Elcsábította a vagyon! Hányozom? 3:45. Csak nem el kell mennie valahová. Nem, csak bekapok egy falatot. Itt akar vacsorázni? Ettől a facattól nem lehet elférni, vigye innen! Bocsánat, nem tudtam, hogy itt bankett is lesz. Nekem minden negyed órában ennem kell, mert gyomorbajos vagyok. Más az ilyen gyomorral már rég szanatóriumba pihenne. Elnézést, kaphatnék egy kis rumot a kávéba. Milyen kávéba? Hogy milyen kávéba? Maguk már nem szokták kávéval megkínálni a vendéget? Ja, de igen. Rumos kávét rendel a kedves vendég. Ó, zica, zica! Ezt tetted vele? 10 év házasság, Istenem! Ennyi szép csak javítást éltünk meg együtt. Csodás csőtöréseket! Gyönyörű dugulásokat! Jaj, bocsánat, valami félreértés lesz. Mondja meg nekem valaki, milyen ember az, aki ezek után elmegy egy szemetessel? Kicsoda? A szica! Maga kicsoda? Ennek Attila vagyok, Dobos úrhoz van szerencsé? Nidra Lajos, szerelő vagyok. Vízvezeték és cirkófűtés. Á, vízvezeték szerelő. Az igazat megvalva, merőben más célból jöttem ide, de ha már így alakult, nem volna kedve megjavítani az én fürdőszobám csapját is. Mi a probléma? Hát ha így csinálok, akkor ez így csinálok. Mi lehet a baj? Ah, semmiség. Csak húszos a gajgli. Kér egy kis kolbász. Hát házi? Hájó. Még együtt töltöttük a zicát. Hoztam sót, meg paprikát. A kávé már készül.
mi az, már ketten vannak? A kedves inasa, maga a szintén szerelő? Ellentelőre kérem, én a videó új funkcsapja vagyok, ugyanis kóhúzos a dajmény. Mi? Kóhúzos a dajmény. Á, maga lesz a görög. Csak nem maga a csatai. Nem szerelő. Mindjárt elintézem. Vidra úr, mi lenne, ha kifáradna a konyhába a kávéjáját, ott kényelmesebben tud enni is? Hát nem szívesen. Én el akartam panaszolni a bánatomat a kalapos úr. Rendben, de előbb nyugodtan fejezze be az evést, ha már arra jár, ön csak jövődött, ott is csökök a csap. Ja, és a radiátor is hideg. Nagyon helyes, én is szeretnék diszkréten beszélni magával. Megy el a kalapot. A kalapot azt nem, igenis ez valamint tetten érés esetére. Mindenki azt, hogy ebben a pillanatban érkeztem, még semmi sem történhetett. Nagyon jó, Olimpó! Visszatérve a csatai nére, köztünk még nincsen semmi, eddig csak sétálgattunk a Margit szigeten a romok között. A romok között, stílusos. Akropolis meg minden. És ott amúgy a görögül is? Arra nem emlékszem. Miért? Nem maga a görög tanár? Nem. Gépkocsi vezető vagyok a pártszékházban. Csatainé a nagy főnök. Tőle függ, hogy lesz-e ugye úgy. Értem. Na de most elmondom, hogy mire kell vigyáznia. A baj ott kezdődött, hogy a feleségem kölcsön adta a lakást Csatainének. Úgy van, uram. Ez volt a legnagyobb baj. Magának is? Nézze, amit csak sétálgatásról volt szó. Semmi. De most, hogy Valika ide adta a kulcsokat, én egyik pillanatban a másikra ellátortalmattam. Kellemetlen. Igen. De ha már így alakult, nem volna kedve engem helyettesíteni, ahol kell? Hát nem, én már 5 éve gyáva vagyok. És nincs is olyan kalapom. Ezen nem új év, tessék itt az enyém. Azon kívül várnak az arénában. Tettem semmi. Mondj csak, már moshatnám a kezemet, zsíros lett a kolbász. Ez persze, ott a fürdőszobás. Babos úr! Tessék! Beletört a csavarom! Kérnék egy rongyot! Kicsit folyik a csap. Essék ezzel feltörölheti a vizet, de siessen! Ha! Sürgetni azért nem vagyok maga! Hát ezt jól kifogta. Hogy de jó, hogy itt vagy, kicsi szív! Én úgy félek! Védj meg, ölej át azzal a két erős karoddal! Jaj, ki maga? Csókolom, én vagyok a Géza. Maga az. Hát, Gézuka. Hogy van? Jó, köszönöm, és maga? Nem látott itt egy ember kalapkor? Nemrég érkezett ebben a kalapban. Kényes jogom, Marika. Micsoda véletlen, hogy pont itt találkozunk. Örvözöm. Ő előtte nem kell titkolóznunk, Dobos úr, jó barátunk. A férjem is csak a legjobbakat mondja róla. Remélem, számíthatunk a diszkréciójára, Gézuka. Természetesen. Ha Dezső megtudna valamit, én azt nem tudnám elviselni. Nem tudnám elviselni, hogy hol tessék a tisztességét. Hazon. Hát akkor legjobb lenne, hogy én most el is távozom. Na, vagy kicsi szív, retnék, Gézuka, majd vigyázz meg. Igen, de azt szeretnék még megbeszélni előbb valamit. Attila úrra, ha megenged. Majd máskor. Hát nem látja, milyen türelmetlen ez az ember. Én? Türelmetlen? Sose léptem volna át ezt a küszöböt, ha ő nem osrobol ilyen helyesen. Nem tudok neki ellenállni, hiszen én is csak nő vagyok. Na, gyere kicsi szív! Mit akar? Csak egy pillanatra. Majd máskor Gézuka, csókoltatom Juditot. Gyere kicsi szív! És soha nem voltam férfiban, egy idegen lakásban. Húzd le a cipzát, egy kis mohó! Sajnálom, Valika, de a másik szobában kell beszélgetniük, ugyanis az a helyzet, hogy... Na, gyere kicsi szív! A másik szobában! De szeretnék előbb valamit megbeszélni Attillával. Majd máskor. Most nem tudnék egy percre sem magamra maradni. De kérem csak egy pillanatra. A kulcs! Ki kell tennem a Dezsőnek, ahogy csöngessen!
várjál, bejöjjön, Kösi! Végre itt vagyunk. Ketten együtt. Egy lakásban. Ezt lehet kijönteni a vécébe! Eltessék meg fogni, nem tudja olázni gazdag? Nézzük meg a négytáblát. Ne hagyj egy kicsi szív, hát gyere itt! Igen. Ez az a lakás. Hol az a dobos? Dobos! 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 Szervusz, Nezsőkén! Csendesen, mert meghallják a szomszédok! A helyzet, hogy itt is vannak vendégek. Micsoda? Ja, a kalapos! Igen, de ne izguljatok, nem fogtok találkozni, ha van Isten az éppen. Nagyon van szépen. Ezt is lehet kijönteni! Én csak a szerelő. Ez lesz a ti szobátok, mintha csak otthon lennétek. Ha zuhanyozni akartok, akkor itt a fürdőszoba. Akarom mondani, kettő jövök. Lesz jó, kifogtuk. Nem mondom, hogy jövünk a dobosékhoz. Tudtam, hogy ezek nyilván feltartam a fönnudatásunk. Mondtad, Dezsőtém, tényleg néznek ki az? Én? Igen, én már nem vagyok itthon senkinek. Feltöltöm a fürdőszobát. Tényleg szépen ettől a fölfordulást, amíg a fejem is megfájtunk. Na gyere, majd én megmaszírozom azt a makacs fejet. Ez jó. Nagyon jó. Kicsit lejjebb is lehet. Mi jön? Pardon. Mit akarsz már menni? Csak azt akarom mondani, hogy minden a legnagyobb rendben, csak nyugodtan Nezsőké meg a telefont is kiviszem, nehogy zavarjanak. Nem probléma, hogy úgyis kérsek voltak a mobilomon. Ahogy gondolod. Kényelmet helyezni. Én is rendbeszedem maga. Gézuka! Géza! Nincs néhány tojás itthon? Attila éhes csinálnék egy kis rántottát. Menjen innen, hogy én beviszem! Bocsánat, a hölgy kicsoda? A hölgy a Bea járónő, és egy ilyen Bea járni, ott a rölni. A kalapos úrnak a felesége. Mondja, megkérdezem azt mondjuk, hogy hozzá kis jöjjön el takarítani? Nem érdemes, anya, mindent összetörés drága is. Nem baj, a mai bejáron a helyzetben nem nagyon válogatott az ember. Oda megyek, megkérdem. Várjon! Nem mondtam a legfontosabbat. Jó. Jó? Mint a szarka. Freddy, milyen rendesnek látszik. Menjünk a konyhába tojásért. Megkértem képkármémet, hogy hívjon fel, ha megérkezik az Európa Parlament küldöttsége. Csak nem akarsz itt hagyni. Nézd, Büszikám, nagyon fontos politikai ügy. Nekem tudod, mint a külügyi bizottság tagjára, feltétlenül ott kell lennem. Megértettem, neked a politika fontosabb, mint én. De Jusszikám, hogy mondhatsz ilyet? Nézd csak, mit hoztam az én Jusszikának? Kedvenced, óriási dolog, hogy ne most megy a leghatalmasabb. Amit valaha is láttál, nem is örülsz. De ha minden jól megy, ez lesz ma este a legnagyobb dolog. Minden egy Jusszikám. Azt mondtad, hogy elveszel feleségünk. Ide élem még legboldogabb, de mit csinálják, ha van már? Egy feleségem is. Tudod, az én helyzetemben egy vállás, az elefei rögtön ráhúzzanának. Na, ő lejárt. De... Nem hiszel, hogy a telefonál? Tőled soha. Az
Bocsáss, de mit csináltam a szerencsétlen? Csak megpaskolt, ha van a diátor, tétjük le a legényt! Szanel! De minek kellett megpaskolni a radiátort? Mert te volt kikében! Emiatt rossz az egész cirkuláció! Mit vásárta, ki kell nyitatni? Hogyan? Hozzamegyek a fűrészét! Nem történt semmi, de zsőtén mindent kitakarítok. Rendben. Hogy néz ki? Olyan, mint a nasfolya. De ez határozottan az előnyére válik. De nem. Történj. Jaj, Éva, mi csak is szólalik. Én vagyok. De például találsz a konyhában, a kis szekrényben, a tojások mellett. Nem a konyhában van, a fogmosókvár mellett van, a fürdőszobában. Mégis a konyhában van. Szegér. Kicsit később érok haza. Kicsi szív! Gyere vissza! Siessünk meg kívül a tojás, és akkor már nem olyan jó. Jobb vagyok a Dezsőtér. Igen, sokkal jobb. Most már nekem is. Halló, tessék, Csatai! Igen, értem, hogy azonnal értem. Rendben, filmon volt vagyok, már is mondom, köszönöm. Azonnal el kell mennem 7-8-ra érkezik az Európa Parlament küldöttsége. Jaj, igazán, úgy sajnálom pedig, olyan jó szórakoztunk. Kinek a kabátja ez? Úgy nézem, az a vidráé. És hol van az elég? Biztosan elvitte a vidra, de visszajött mindjárt. Azt nem tudom megvárni ebben, mert nem mehetek a fogadásra. Adj rá a kérdés. Szívesen, de egy kicsit szűk lesz rá. Nem baj, nem veszek le. Egy kis koszos, kityafélem. Mi történt? Jaj, és Susika, mégis ők el kell mennem, most telefonáltak. Szóval itt hadsz. De érzem, Susika, ez a kötelességem. Ha te most itt mersz engem hagyni, én mindent megírok egy levélben a feleségednek. Aztán mindjárt esőt csak bedobni ide. Megkezdeni. Jó, hogy ez inkább mindjárt csak nem jönnek a feleségednek. Én meg minden szépen letakarok. Bomba, mint a Salidinban. Fél évre visszamenőleg. Akkor megírom a miniszterelnöknek. Sőt, akár még a köztársasági elnöknek is. Ők majd elintéznek. Hát tudod, hogy itt lenne a négy fal között mi történik, akkor föl senkit nem érdekel, hála Istennek. Akkor, ha te most itt vagy nekem valami, én azonnal megcsallak! Na és kivel? Azzal, aki először bejöttek a szobába. Hát, hogy ezeket sikerült, akkor gratulálok! Kis csaplám, én figyelmeztettelek, ha az egész parlament rajta fog röhögni. És én nagyon meg vagyok kiérve. Na, szervus, Üzi, hol az apu? A fürdőszobában. Sabor, kézik? Na, nekem sem. A nyakerőt is légy szíves. Parancsolj, Dezsőként. Remélem, nem értett félre a helyzetet. Nem, csak nyugodtan, nyugodtan csinálj. Kézuka, tudna nekem segíteni? Nem tudom kikapcsolni azt a frány, amíg... Ne haragudjon, de most én se. Olyan izgatott vagyok. És ennyi, Kézuka. Miért olyan izgatott? Hogy jó lesz az apu a Dezsőnek.
Ha nem lesz jó neki, képes és itt marad. Géza, kérem, talán zavarok? Nem csak a borszívót beszéljük meg. Van itthon egy kis sörpapír, szúnyos. Igen, a konyhában jutunk sörpapillának. Pardon, megmondta neki a valamit a másik szobában, hogy leugrott a cigarettáját. Ja, köszönöm, magunk egy szóval rettenetes helyzetben vagyok, allergiás elég bizonyos iratokra, és fújtja magát olyan pacsulival, hogy így képtelen vagyok arra. Viszont sem kedvére a kulcsit, így vagyok, ha nem találnék vissza. Köszönöm szépen. Javaslott a fillának. Menj nyugodott így. Még nem, s amíg ezek el nem mennek, itt még minden megtörténhet. Hol van Attila? Miért nincs ott? Nincs. Itt sincs. Megnézem a fürdőszobában, hát ha ott van. Nem, a fürdőben nem lehet. Többet főznek. Jézusom, már láttam olyat. De nálunk nem szabad leselőzni. Maga csacsi, fogja meg egy pillanat. Ez jó eset. Köszönöm. Na, szervezünk szét. Csics, érthetetlen. Zugibó. Töltem a kabátomat. Viszlát, szervus! Hol lehet Attila? Azt hiszem, nem egy cigarettáért. És ezt csak most mondja? Hát, nem tudtam, hogy ő az Attila. És különben is itt hagyta a lakáskocsit. Jaj. Milyen figyelmes és milyen szórakozott vagyok, hiszen én kértem, hogy menjen el nekem cigarettáért. Hiába, egy óra pokolban is, úr. De nem nekem cigarettáért. Oh, én megmegyek gyufáért. Ez a szerencsétlen kifagyja a kalapját. Most megnyugodtam. És ne értesse, bácska. Mi lesz a Rikivel? Ja, bocsánat, egészen elfelejtettem. Mit kell itt kikapcsolni? Lejjebb, Jézuka. Lejjebb. Igen, ott. Egy picit feljebb, igen. Kézzel, nem hozta a kettet, piszkát, hogy nem jöttél. Talán téged is eltüntethetett volna. Hiszem, a legjobb lesz, ha most. Egyébként szondlátásra. Ne meg nem tudsz viselkedni? Miért nem csukkoltad vissza? Ez a nő! Hát ez hosszú van. Egyszer elmesélem. Én most akarom hallani. Hát, ha minden állam tudni akarod, dolgoztunk. Mesztelen. Na, először is. Én nem voltam mesztelen. Nem érdekel. Azért költöltem a lakásért egy ököl, hogy a férjemnek ne nyakva behozja be a szertőjét. Jaj, őzik, de drága. Férzéke. Ne nyújj hozzám, mert szégyentelen. Szoknya pecél! Őzikém, gyere ki, mindent elmagyarázol. Na tessék, mesélj. Bea a csatai szeretője. Nem akartam kiadni Csatait, azért kellett itthon maradnom és vigyáznom, hogy a Csatai összefusson feleségével. Aztán szerencsére Csatainak el kellett mennie. Még a szakomat is odaadtam neki, mert az övét elvitte a Vidra. Ki az a Vidra? Szerelő. Meg, a szerelő. Visszajön a Csatai zakójába. Nem is ismerem a Csatai ruháit. A Vidrán meg fogod ismerni. Már jön is. Legyen csak Vidra úr, alutassam a feleségemnek, Vidra úr a szerelő gyöngye. Ne tessék ám elhinni, csak hízeleg nekem a dobos úr. Ő már ilyen... Mi a fene van magán? Mi volna? Ruha. De mi
Londonban vettem 50 000-ért. Nem tetszik? Ez a ruhamese nem vett be. Találj ki valami más. Ilyet öltözött át. Nagy oka van annak. Mindjárt meg tudja. Csak így nyújni, bejöhet. Jó estét kívánok, Ica vagyok. Lopita! Na, Ica volt-e? Szép darab. El vagyok ragadtatva már. Sokat hallottam kegyedről. Képzelje, megyek haza a fűrészét, de kitalálok a konyhában az Icát. Ott állt. Fogyogtak a könnyei. Igen, meg adtam a hagymát a lecsóba. Na, akkor én kaptam a kezéből a kést, és azt mondtam neki, hogy hazajöttél, édesem? Hát akkor az inkább nem főzünk, hanem menjünk, elviszlek vacsorálni. Ne, előtte beugrunk a dobos úrod, és megköszönjük neki a kibékülésünket. Neki köszönhet, hogy megbocsátottam. Így volt? Majdnem. Köszönöm, maga rendes ember. Megjavítom a radiátorát. Hogy találják? De is köszön meg a dobos úrnak, adj neki egy puszit. Nem, annyit nem érdemlek, nem. Nem akarja. Csak szégyenlős. Nem ilyen, nem nézek oda. Hol az a pont? Fürdőszobában. Jókor meg pici, ő jó ember. Igen, Lajos. Ne hallgasson rá. Én tényleg igazán nagy végtelenül gonosz ember vagyok. Most meg egyedül vagy. Most mit csinálja? Ilyen kapós vagyok. Látod, mindenkinek megvan a maga baja. Segíts nekem, légy szíves, neked úgyis nagy a gyakorlatod. Őzikém, könyörgöm, ne célozgass! Tessék, és figyelj, ha megérkeznek csatajék, nehogy véletlenül elszól magad. Tegnap este senki nem volt itt nálunk a lakásban. Értem, csak te, mert a szeretőt. Nem az én szeretőm. Mondd csak, ahányszor akarod, úgysem hiszem egy szavadat sem. Szervusz, édes anyja, milyen csinos kis ruha. Hol vetted? A luxus áruhákban 100 000 forintért, ez volt a legdrágább, mert csak ez az egy maradt vissza az exportból. Légy erős, anyja, mindenkinek ezt mondják. Hát örülj vele, csak az irigység beszél belőle. Csokolom a csúját, Marika, ha szabad. Asszi, állni, macska! Gyurika, irány meg! Kicsi szív, milyen szép, artisztikus mosogatójuk van. Csak egy kis szobaszökőkút, kezi csókolom. Bocsánat, azt hittem pohármosó. Ez ilyen jól befogottad. Elfogaljam a helyet, mi tisztok Dezsőként? Ez kacsot kérek, nekem nagy. Értem, akkor Dezsőnes Ópiszki, Malikának a Nyardi Kavért. Látod, kicsi szív, milyen pompás kis lakás? Jól látom, kicsi szív. Közösséges kétszobás lakás. Micsoda? Kétszobás? Hát honnan tudod? Mondták, mikor legutóbb nálunk voltak. Nem emlékszel? És vajon melyik ajtó vezet itt a másik szobába? Talán az? Nem, az a fürdőszoba. És ezt te mondtál? Mondták, mikor nálunk voltak, hát nem emlékszel? De milyen remek az a festmény, nem? És az a lyuk, az mi a? Modern air condition, az olyan a levegő. Honnan? Egyenesen a Citadelláról. Ha nem haragszatok, nekem ki kell velem a konyhába, meg kell nézni a fogácsát. Várjál, akkor segítek, meglátom legalább a konyhádat. Biztos ez is ilyen pompás, remek, nagyszerű. Tojástartó is van ott. Jó, hogy egyedül maradtunk, Dezsők, én borzasztó helyzetben vagyok, csak te tudsz rajtam segíteni. Képzeld, a feleségem azzal gyanúsít, hogy megcsalom. Mit szólsz hozzá? Hát öregem, ez komoly dolog, ezzel vigyázni kell. De Dezsőként én nem csaltam meg a feleségemet. Soha? Soha életem. Ezt viszont nem gondolom már. Három
év alatt én rá sem néztem más nőre, csak a feleségemre. Ja, rögyöm. Nagy dolog. Szent dolog. Gratulálok. Ám bár meg kell neked mondanom, hogy én is meg akartam csalni a feleségemet. Egyszer a boltban meg is fogtam a pénztáros nőt érdét. És? Felordított. Mire érezted? Ízületi gyulladása. De most kérlek, igazolj engem a feleségemnél, mert tegnap, amikor elmentél és Judit hazajött, mit talált engem kettesben a Beával és a Vigliével, azzal bajlódtam. És nem tudom miért, de a fejére vette, hogy én vagyok a Bea szeretője. Ha! Rigli! Ez óriási. Ennek a nagy családitárról, ez tetszik. Örülök, hogy tetszik. Borzasztó helyzetben vagyok, kérlek, igazolj engem Juditnál. De hogy? Tánc közben fogod ezt beszélni. Rendben van, öregem. Megteszem igazolnak, de én is kérek valamit tőle. Parancsolj, főnököt gyerekszik. Kucsak, itthon lesztek hétfőn. Hétfőn? De itthon. Miért? Mert nem kéne, hogy itthon legyetek már megint. Igen, hála Istennek, hát kibékültetek. Ah, persze, ön persze, ajándék kérdés az egész. De várj csak, te hétfőn nem érsz rá, neked ilyen kuk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 
amiről te is tudsz. De melyiket? Ha nem, minden! Idezsőtöm, azért nem beszéljük meg. Na, ha csak meggondolkodjál sokat, tudom, mit tudtam mondani. Kész kezed most, érőd a lakás, én igazolok a feleségednél. Jó, de én kurátorkodom, ez meg itt kurvákodom. A társgérlő, kövessé! Aha, mit akar? Dobos úr itt hol van? Dobos úr nincs otthon, mit akar? Visszahoztam a zakót. Milyen zakót? Amit tegnap dévedésből vettem fel. Baj, hozzá vissza másodban, bevérjük rá. Nem. De nem mondják, hogy meg akarom tartani. Mit csináljak egy ilyen nyomhat zakóval? Jó. Végül meg átadom Dobos úrnak, viszontlátásra. Mikor jött neki javítani a falat? Amikor csak akar. Jó. Hétfőn meg! Rendben! Hétfőn jövök! Mondom, hétfőn meg! Jó. Rendben. Addig csak annyit mondjon meg Dobosulnak, hogy nincsen fogsortömés nélkül. Nem. Nincsen rózsatömés nélkül. Mit akar már megint? Szervusz. Azt hittem megint a szerelő jött vissza. Szerintem, hogy tudod a másik szobából. Jó! Igen, így meg se ismertek, kalapjék olyan lapos helyek. Én is tudom, ezért jöttem, hogy megint felejtettem a szobában. Őszül neki, már csak ez hiányzott. Miért most? Valami baj van? Még nincs, mindjárt lesz. Alig szabadulok, megint termelőt aludtam, meg itt a másik. Tudod mit? Gyere vissza később, mikor tisztában levegőt. Sajnos szó sem lehet róla 3-9-ről Gerda utcában kellene, csak ott kaptam kölcsön a lakást. Mi oda jössz? Igen, de kalap nélkül nem mehetek. Nekem ez az alibi. Most érkeztem. Érted? Értem. Szóval ezért volt rajta egész este tegnap az a kalap. De akkor hogyha csak te itt? Hát magam sem tudom, ugyanis szörnyen allergiás, és a tegnapi hölgyismerősen befújta magát valami olyan pacsuli körnével. A benzinjel itt van megint, maga itt. Visszakapja, de előtt igazolja nekem a feleségem előtt. Most pontosan elmeséljük neked, hogy mi történt itt tegnap este. Várják a Galamb utcában. Az is Galamb. Roborok vagyunk, nem is tudja, milyen igaza van. Sógorok! Más a kicsit jobb, vagy mennyire elkisebb. Most jön a nagy meglepetés! De mekkora? Kicsika, meg remélem, hogy bemutasson neked egy nagyon kevés munkatársamat. Ez is akkor mondjáratőle vagyok. Munkatársadat? Úgy érted, hogy veled dolgozik? Igen, más folyam felelős. Igen, ő az a híres csütörtök szakértőkének neve. Fogalom az egész országban, sőt az egész unióban. Hogy is hívnak tényleg? Nem allergia? Nem, ez megfázás, ha az ember kalap nélkül jár, ugye?
De nekem indulnom is kell, 3-4-9-re várnak a Gerda utcában hivatalos ügyben. Hivatalos ügyben? Mi ez a csomag? Hivatalos ügyben. A Gerda utcában. Biztosan nagy folyák meg szemlélni. Biztosan. Volt kicsi szem. Tulajdonképpen ki ez a szállalmas alak? Nem tudod? Képzeld el, a dobos kölcsön adja a lakását szerelmi légyotok szobász. Nem mond! De mondom, ez a kalapos ügyek itt volt tenni valami repett sartot. Még ugye? Az a tyúk is megérheti a pénzét is ezek a dobosék. Nagyon tudod, ahogy mondják, mondom a tolláról, nem a barátjáról. Ez nem az én kalapom. Alibinek jó lesz, viszont látásra. Parancsoljatok egy kis lárcsányi való vacsor előtt. Csak fogyasztatok, Dezsőként legfeljebb letáncolod. Arról szó se lehet. Mi van, Lucikán, nem jól jövöd? Milyen CD-t tegyek fel Dezsőként? Lassút, vagy gyorsabbat? A... operát! Arra nem lehet táncolni. Ki akar itt táncolni? Azt hittem, hogy te! Ne jöjjön, Balika, válaszol egy CD-t, maga ismeri a Dezső ízlését. Tessék fogyasztani. Köszönöm, Juditka. Juditka! Mutatok meg magának, hogy hasonlít Sharon Stone-ra? Igen, ezt már mondták. És ezt mondták, hogy magában egy szexi atomerény van erre, nincs el, ami arra vár, hogy a robbancs? Nem, ezt még nem mondták. És mit szólnál hozzá, hogy most én foglalkozni kicsit magával is? Mivel mi a szexuális hozzáné? Igen, azon bejönnek. Mit szól a felesége? Nem jön be, Géza lefoglalja. Igen? Géza? Miért? Meg van beszélve, kis baráti szívességet kért. Képzelje, azt mondja, hogy maga gyanakszik rá, hogy meccselje, és megkér, hogy igazolja, hogy ott ennap én voltam itt a Beával, és nem ő. Igen? És mi az igazság? Nézze, ennek azért nem tudok magának hazudni. Szóval igaz. A saját lakásunkban. De nem kellett hagyra merre szívni. Tudja, hogy szokták mondani kutyatapás szőrével. Ragadja meg az alkalmat, adja vissza a kölcsöt. Ő sem volt szívbajos. Mondjuk itt vagyok, mindjárt én. Igen. A barátod maga szeretné kiválasztani a tőrét. Persze, gyere csak Dezsőként. Mondja Gézán, megvan nektek az a lemez, hogy lesz maga just is az enyém. Megvan. Jó. Özikém, a Dezső elmondott mindent? Mindent. Na látod, kár volt ekkora hisztit csapni. De előre szólok, hogy hétfőre vegyél magadnak színházi egyet. Miért? Miért? Hát kell a lakás. Kinek? Hát a csatainak. Igen? És te? Nekem ülésem lesz. Te is van a szépen! Moratóriumi ülésem. Á, ez most már így hívják! Mi történt itt? Semmi. Jön a vihar! Mi történt, kicsi szív? Semmi, csak megcsal a férjem. Ó, hát annyi baj legyen, csak vissza! Képzeld, hétfőn megint idehozza a szeretőjét. Hétfőn? Géza, ide? Ezek szerint mégiscsak ő volt a bejárónővel. Tessék! A megoldás roppant egyszerű. Bemutatom neked az ügyvédemet, dr. Karvajt. Ő bizonyára inflagrantit fog javasolni, ez tettemérést jelent. A lényeg az, hogy hétfőn ide jövünk, mi ketten. Mi ketten? Ide? Minek? Hát a tettemérésehez két tanunk kell. A többi már a bíróság dolga. Dr. Karvaj az egész Aruper elintézi neked pontom 1 millió forintért. Ah, nem, azt nem akarom. Hát miért nem akarsz válni? Jaj, dehogy nem. Csak sokan az 1 millió forintot. Jaj, cikkám, ne szórakozz. Karvaj mindetek volt. Igen. I want to kiss you every morning, to have a cup of tea in bed. I'm losing this hope somehow, so I drink the last drop of yesterday's wine. How would I know it now, if only I were part? Atya Isten, fél kincs, én még nem vagyok kész. Mindjárt itt lesznek. Neki pásztoróra, neked kuratórium, szép is egyenlőség. Ráadásul milyen mázlia van, évek óta nyugodtan csalja a feleségét, sose bukik le. Én teljesen ártatlan vagyok, mégis gyanúsítanak.
Van igazság a föld? Jó estét! Erre jártunk, remélem nem zavarunk. Szervusz, Dezsőként, kezdi csókol. Az igazat meg valami nem vagyok egészen készen. Ne törődj velem, ez voltak magad, csak hét után jön. Kicsoda? A feleségem. Ide? Igen. Miért? Kérlek szépen, inflagranti. Valamitől megtudta, hogy ma ezt létezek Beával, elment az ügyvédjéhez, dr. Karvajton, és megkérdezte, mit javasol, ő inflagrantit ajánlott. Érdekes. Kiderül, minden hónapban fizetek ennek a dr. Karvajnak 10.000 forintot, hogy szóljon, ha a felesége valami rosszban töri a fejét. Na most megkapja. Hogy érted ezt? Úgyhogy itt maradok, és végignézem, hogy csalódik bűnösségbe. Nem mondom el az örömét. Hadd jöjjön csak ide a felesége. És hadd találja, hogy beállt az ágyban, csak nem velem. Hanem egy másik térkivel. Na mit szólsz? Miért? Még jön valaki? Nem. Miért jön akik, vagy te? Mi? Na, majd fel az ágyban. Muszáj. Muszáj. Hát akkor én fölveszem a kizsimet. Pardon? Meg is borotválkozva? Nem kell, majd akkor jól leszel így. Nem bánom, de én szúrok. Te meg mutogatod magad itt rohan nélkül. Na és, lágyban így is észre fogja venni. Még úgy igen. És mit fog szólni majd a feleségem? Miért? Mit az elhet a feleségednek? Hát azért úgy mégiscsak egy kicsit, de az elki is van hozzám. Nem is fogja megtudni a feleséget. Miért? Hol a feleséged? Fodrásznál. De ha itt hivatalon kikészül, meg hivatalos tárgyalás lesz. Tudjad? Hadd én igazollak. Na. Lássuk csak. Tehát Géza lesz az ágyban. Teával, feleségem idejön. Ő fogja ott találni, és részemből rendben van a dolog. Nagyszerű! Oké! Na, jöjj ide az ágyba! Mondja a világítás! Zene! Most mi lesz? Jaj, gombom, leszakadt! Nagy Mackó! Mila, mi történt? Egyébként Mackó. Bocsánat, csak egy gombomat keresem, leszakadt. De ha a hölgy nem bízik bennem, én el is mehetek! Nem bazakoljál már, itt van a feleséged! Ez nem lehet a feleséged, azt mondták, hogy ő csak hét után jön, most vagy még csak három éjjel év. Biztos, hogy ilyet a Lórán is ajtott? Nem nyitom! Nyitva van! Nyitva van! Balesték! Dobos úr, itt hol van? Sajnálom, Dobos úr nem ért. Akkor azt mondták, hogy hétfő este jöjjek a falakba, ha te hozni! Nem érti, Dobos úr gyengélkedik! Én halálok! Elállom magának a legújabb fordulatot a cicsában! Majd máskor, jó ember, most nem jött rá. Ki ez a nő tulajdonképpen? A doktornő, nem látja a fehérköpenyt rajta? Látja, mondok valamit a Dobos úrnak. Nem fogják segíteni, mit csinálta a cica? Dehogy nem, megint elment. Rosszabb, maradt, Csaba! Milliadás bérő! A szerelő már. Ő mondta, hogy jöjjek ma este. Na, foglalom ötök! Képzeljék el, mi vásárol a cica! Szemetesnél a kisúlyát se kellett hideg vízbe mártania, aztán azóta halálra dolgozta. Nem bírom, valakit megölök. Vagy a szemetest, vagy a zicát. De kitöljek meg, nagyon egyszerű. Ő érdekes olyan maga, de ne így. Szerintem, hogy igen magával. De akkor mikor falazza? Majd holnap. Azt nem lehet, ha beszállod a misunk. Ezt jól megcsináltad. Mindig akar jutni ez az ember, amikor így vagy. Már kérlek, te jössz mindig rosszkor és zavarod a szerelést. Kicsit esély csatai, hogy
Ön az ügyvéd úr. Igen, igen, értem, hogy... hogy félreértés, hogy... Nagyon jó, nagyszerű. Ez óriási. Köszönöm szépen, vizetvallásra, minden jót. Nos, mit akart? Kérdezzék, nem engem akarnak tetten érni házasságtörésen. Ó, hát ez igazán jó, mi? Hanem téged. Csodó! Na, fekügyések szépen vissza. Nem, én nem fekszem rá. Na, te ágya. De a te beáll! Tényleg. De akkor ki fekügyön bele a bazán? A világon! Itt a házi orvos, hogy megvizsgálja és beutalja egy szanatóriumba. Hát lehet! Hogy ne lehetne, mert általános központi főorvos asszony oda utalja be magát. Mert ruhástól nem tudja magát megvizsgálni a doktornő. Ja! A lázát is megmérjük, bele kell dugni a szájába, hogy ne tudjon beszélni. De akkor mikor falazza? Majd azt mi megcsináljuk. De akkor gyújt, régi falazók vagyunk. Majd a téglát, én meg lapom a falat. De ha görbén rakod, összedől az egész. Ja, az se baj. Amelyikünk felesége, elbír ide. Azt befalazzuk. Sohagyja. Jó estét! Jó estét, reméljük nem zavarunk. Fogúzzál, nem? Milyen csinos kis ruha. És mond csak a barátnőnek, nem akarsz bemutatni. Bár azt hiszem, hogy már találkoztunk. A bejárónő, az ágyba járónő. Milyen ember? Mi Lajos vagyok, kicsit csókolom. Szivi, ne beszélj, az nem taszol neked. Mit szivizik itt nekem? Igen, és jöttem, hogy megcsináljam. Azt látom, hogy ágyba falazzom. Mit keresel itt ebben az agyban, és ki az a nő melletted? Hol anyukám? Ott. Jó, a doktornő, tudod, nekem úgy szúr a szívem, és a doktornő be fog engem utalni. Szanatóriumba. Ugye, doktornő? Itt már nincs mit tagadni, Szívi. Oda csak szívzik mindenki, te is. Nem, itt már nincs mit tenni, Szívi. Én csak arra kérem, hogy bocsásson meg ennek az áldott jó embernek. Maga nekem ne adjon tanulcsokot, hogy mit csináljak, mert én nagyon jól tudom, mit kell csináljak. Na, gyere, Leos, haza menjünk. Megyünk. Haza. Te ugye tudod, hogy én nem tehetek róla? Tudom, te nem tehetsz róla, hogy ilyen szép vagy, és így bomlanak utána a nők. Hát róla, apukám, mert azt hiszed, hogy én nem tudok minden asszonyi gyöngétségével a naomod elé borulni? Elhamozzám, te szobortás növe! Hamozotta! Mindent, te vagy, apukám, megyünk haza. Kezi csókolok, viszontlátás. Arra, arra menjél. Pedig már kezdtem elhinni, hogy a férjem ártatlan. Ja? Törlesztened kell. Említetted, hogy valami a régi kollégád évek óta fűzi az agyadat, és csak egy boldogító igenre vár. Hát mondd ki azt az igent, és meglátod, rögtön jobban leszel. Nem tudom, van egy biztos ez? Persze. Hívj csak föl. Hívjam. Hello, Károly, itt Dobosné.
Igen, döntöttem. A magány leszek. Most azonnal. Hogy hol? Csicsinszki lakás, Gerde utca 7? Értem, fél óra múlva ott vagyok. Csicsinszki lakás, Gerde utca 7. Tisztelt Károly, bán! Igen, a nagy értség. Ez jó lesz. Na, rárogtad a lábamra a téglát. Itt a téglát, ad vissza a fambit. Nem adom. Béna, hogy kerülted be a pongyolájába a tenti zsebkendőd? Dezső, azonnal mondd meg, hogy mit csinálsz te ott! Filamos sem várom. Beléptünk a csinálj meg a mozgalomba, és én vagyok a könyves, ő még a segély. Micsoda, te kőműves! Nézd meg, milyen görbén raktad a falatot. Te pancser vagy, nem kőműves. Nem is görbe. De bizony görbe. Akkor nem én raktam. De igen, te raktad, éppen azért görbe. Nem igaz, hazud. Én hazudok? Kikérem magamnak. Te hazudsz, és nem először. Gyere, kitesedjél, elég ebből. Takarodjatok a lakásomból egyszer és mindenkorra, ki vagytok rúgva innen. Tessék! Jól értettem, nincs több barátság és nincs több baráti szívesség sem. Se neked sem, milyen tisztelt negyedő nagyságának. Tessék, tudomásul vegyük, ez a mi lakásunk nem tud leválni. Na hát! Tudom, miről beszél. Na már, hogy tudja, ő volt ott abban a szobában, mi alatt ebben a szobában szórakoztál a szeretőddel. Ugye nem hiszed, amit ez az ember itt mond? Te vagy hiszem, és remélem, te se hiszed, amit összeoldott itt ez a... Talán neki Giliszta! Én sem hiszem. És nem is köszönünk nekik! Én sem köszönöm! Jó napot! Van képük letagadni az egészet, ezt nem veszem el! Tudod, én is inkább nekik hiszek, mint neked! Már te is! De nem tartok oda a múltkor a kulcsot Csatai Lénak, hogy együtt legyen a szeretőjével? De ebben a szobában meg te voltál a szeretőddel. Hogy kerültek be a pongyolájába? Te egy dízsebkendő. A dízsebkendő? Hát, őzikén. Az egész úgy történt, hogy itt voltunk a beával, messzelenül. Mármint, hogy nem voltunk messzelenek, ő sem volt messzelen. És akkor jött a Csatai Lén és kérte a tojásomat. Mármint, nem az én tojásomat, hanem az Attila tojásai helyet kellett volna rátottát csinálni, mert az Attila éhes volt, és hogy nehogy félrejtse a helyzetet, én odaadtam neki a zsebkendőnek, pont törölni. Ez az. Fog törölni. A te dízsebkendőddel. Igen, az én dízsebkendőmmel, de őzikét fel ne húzd, mert hogyha így viselkedsz, akkor én nem őzikének, hanem rénszarvasnak fogok szólítani. Hát én köszönöm a szíves vendéglátást. Beácska, legyen szíves elmondani a feleségemnek mindent, hogy mi történt itt a múltkor. Ja, nem érdekel. Most meg hová mész? Fog törölni. Csataiék elmentek. Kirúgtam őket. És mondja csak, nem fél attól, hogy Csatai tönkreteszi a maga politikai kis karrierjét? Csatai? Ugyan nem. A Csatai már nem elég nagy fiú ahhoz, hogy tönkretegye az én karrieremet. Miért? Hallott van? Na ne. Ma reggel hivatott a miniszterelnök és közölte, hogy a következő választások alkalmával indított a kerületi listán a Csatai helyett. Hát az érdekes. És még azt is megtudtam, hogy a következő országos rendezvényen egy államilag elismert kitüntetést fognak adományozni. Kinek? Hármat találhat? Mondja csak, Kézika, nem emlékszik. Megittük mi már azt a percet. Nem emlékszem. Hát akkor, fia, mackó. Ez mi volt? Ez volt az én kitüntetésem. Kitüntetésnek nem is olyan rossz. De mi lesz a Csataival? A Csatai engem már nem érdekel. Most már te vagy a Csatai. Csatainak. Igazad van, végre kinyílt a szemem. Na, hol az a Rigli? Rigli. Igazad van, felhívom az egyik alkalmazottamat és kérem a lakását. Elvégre én is vagyok már ennyi, mint a Csatai. Több van. Halló, Károly, itt Dobos. Ha Istenet ismersz, akkor most kölcsönadod a lakásod, ugyanis itt állok egy nagyon kedves ismerősömmel, és hát tudod, szállodában nem mehetünk. Az a karrieremnek nem igazán tenne jót, de... Igen, fölmehetünk hozzátok? Károly, nagyon szépen köszönöm, még meghálálom. Fél óra múlva ott vagyok, addig is. Tedd a kulcsot a laptopról alá. Köszönöm, szervusz. Mehetünk. Hova? Károlyhoz. Csicsinszki Károly, Gerle utca 7. Thank you.
Oh, 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 oh